Nocsó, nem kertelek, azért nem is tüntettem el. Ez egy enkóros verzió. Megnézzük, élvezni fogom-e, vagy úgyis visszatérek arra, hogy Forza, kontrollerrel meg Rakéta Liga. Szóval én addig nem költök rá. Jó, név. Hörbé. Férfi. Csináltam egy profilt már, hogy gyakorolgassam. Annyi változott, hogy ide beállítottam az indexet. Ez a felváltás, ez a le, de nem váltós. Csak menjek, ne menjek, vagy tolassak. Ez az automata váltónak a izéi. A kuplungra állítottam a féket. Ezt azért jobb lenyomni, mint ezt a középsőt. Magam mögé húztam az ágyat. Itt egy sör, meg egy ecigi. Kezdhetjük, nem? Felvétel is megy, jól van. Válasszak egy képet, tök mindegy, csak ne legyen unszimpatikus. Most mindegy. Jó van ez, az olyan, mint ez a Simonfi Péter, aki gitározik. Kedvenc márka, nekem nincs kedvenc márkám, az a piros tetszik, az kész, mert olyan transformeres. Céglogó, legyünk lángosok. Cégnév. Jogsi. Nélkül. Magyar Európa, nem, nincs is Steamhez kötve. Kész. Ja, meg hogy a billentyűzet is kell hozzá. Hát mert szimulátor. Én annyit jegyeztem meg, hogy a Space... A kézifék, vagy valami... nem, nem, a motorfék az a B. Vagy mi? Mindegy. Mert azt érzékeltem, hogy ha elengedem a gázt, 1 méter múlva megáll. Szóval a motorfék az rohadt erős. Nem tudom, hogy ahhoz majd hozzá fogok-e nyúlni. De várjál, tényleg így megjegyezte, vagy profilhoz volt kötve. Ez... És még nem érzékeli. Na mindegy, azt tudom, hogy nekem a holtjáték az sok volt. Meg sem mozdult, mondom, bér így kamionozza. És akkor féktengely. Nem láttalak. Az a kuplung lesz. Kuplung nincs. Gáztengely meg. Ez. Kormány, tudom, miért nem érzékel, itt van egy bug. Következő. Ugye ezt raktam ide. Hogy a fel az ez. A le az ez. Valamire rá van állítva, de nem tudom még a gombokat. Oda nem kellett nyúlni. Befejezés. De még kellett egy pár dolog. Ó, kezdesz Budapesten. Megerősítem. Oktatómód most már jöhet, mert nem figyeltem, mikor agyfaszt kaptam. A fékekkel nem leszek itt szerintem tisztában. De nem annyi. A space-t megnyomom, akkor az be van húzva. Nem gurok, nem gurulok le sehonnan. Üdvözöl! Eljött az idő, azt csináld, amit mindig is szerettél volna, hát nem hiszem. Nincs elég pénzed, hogy saját kamiont vegyél, egyelőre nagyobb cégeknél kell kilincselned, és alkalmi fuvarokból kell eltartanod magad. Ja, jön a pénz, azt majd veszek saját, meg ilyenek. Meg saját cég. Ez azt jelenti, hogy utána egy számítógép előtt ülök, és a... embereim megviszik a dolgokat. Ti. Indítsd be a motort. De én még néznék, várja. Mert itt szokott lenni az a bug, hogy ismeri ezt a szart. És most már lesz jó. Hogy mozog is a kormány. Kontroller érzékelés. Hát... volt játék, nem tudom, majd menet közben. Hajts előre pár métert. Ja, és most kell ez. Miért indexel? Ja, mert ez a gomb is az. Ja, ráadásul a bal oldali indexel jobbra, és a jobb oldali balra. Egy lesz a váltó, meg az index, én megőrülök.
Hát gombok, itteni gombokról beszélek. De én ezeket megcsináltam. Akkor újra, akkor profilhoz van kötve. Ó, de jó, hogy én meg mindent beállítottam potyára. Igen, így már jó. Muti, spaced. De ott van, P, parkolok. Kamera nézet. Nem hiszem, hogy fú, de sokszor. Hát, amikor beállok. De hát, ha szimulátor... De olyan hülyeség, hogy a billentyűzetet kell, mert itt egy csomó gomb. De azt majd beállítom később. Jó, van egy csomó. Az összes szám az végül is kamera. Melyik az alap? Az egy. Jó. Fuvar. Hatos gomb. Én azt még nem tudom, hogy az melyik, te fiú. Vagy pause. Hatos gomb. Szétnyomkodom a kamiont. De az lett volna a váltás. Bocs. De ott... Na, azt mutassa. Ezt. Mi az, hogy pause? Használd az útinfo, hogy megnézd pontosan hol vagy és hova is kell menned, ha szükséges, ki is nagyíthatod a képet. Gomb 6 vagy pause. Gomb 6, megvan. R2. Bocsánat, ez ilyen. A szünetelted a játék útinfo, a legére kezelted. Az is kell hozzá, remek. Az útinfo, merre menj? Oldal kapcsoló. Sebességet, stb. Kamion sérülésének mértéke. Üzemanyag mennyiség. Tényleg tankolni is kell? Fáradtság. E-mailek. Hát az jobb is, hogy tudom egérre. Legrövidebb út, piros szín. Kijelző alján van, hogy köbö, ez a teteje. Következő oldalra F6-tal. Hát látom, mi van odaírva. Hogy hova megyek. Határidő. Ez a 7-8-20. Mi az a 7? Hátra lévő 7. Hétfő. 8-20 van, és hétfő 3 a határidő. Nem ott van, hétfő 10 óra 2. Hogy mi? Állapot felmérés, rakomány. Maga a genyó, amit húzgálok meg én. Szolgáltatások. Elvisznek a legközelebbi városból, segítenek, hogy folytasd a fuvart. Ez minden, amit tudnod kell. Jó. És ezt irányíthatom megérve. Hát nem úgy tűnik. F-öt kellett hozzá. F1 volt a pause. Istenem. Minden készen áll, figyeld a GPS-t, azt mehetsz. Ennyi info nekem kevés. Ja. És ilyenkor is a gázzal tolatok, értem. De hogy miért amarra megy a rakomány cucc? Hogy lehet ezzel tolatni? Ja? Kár megkerülöm. Mennyit lehet ezt tekerni, e? Móni. Ehe.
Jaj, minek megyek neki? Mi van mögöttem? Mi nincs? Semmi? Nincsenek oszlopok? Ilyesmi? Jaj, te fiú! Kimegyek és balra. És hogy tudok szétnézni? Szóval most kinézni a baloldali ablakon, jön-e valami? Ha? Váljanak meg! Itt a fiú, mi lesz itt? Mehetek? Windex? Hú, de furcsa ez az egész, meg ahogy vált az a hang. Na mert gondolom ez a nagyon gagyi kamionom van, mert még Csóringer kis faszkalap vagyok. De hogy tudok szétnézni? De most így akkor megy a határidőm. Ezzel nincs kis joystick, genyó. Jaj! Komolyan mondom, előbb csináltam egy profilt. Ott, ha elengedtem a gázt, egy méter múlva megállt. Olyan jó volt a motorfék. Pakold le a rakomány. Hagyjál már hülyeséget, de... Most mi van? Egérrel lehet nézelődni? De akkor viszont nekem kell egy olyan gomb, hogy visszaállítás középre. Az melyik? Home. Nem. Miért nem? Numerikus 5. Aha, numerikus gombok. Jó. Ilyen komi van? Maja. Azt kell. Az nem azt írja. Ja, itt van. Vontatás szervizbe. €343. Miért nem forintot ír? Na, azt hittem meg kell várni, oda jön, segítek neki, beakasztok neki. Ez kukasz a gameplay, gyerekek! Akkor most mi van újra? Hol vagyok? Vagy megjöttem, vagy ez hol van? Kiválasztod a rakodás kombót. Hát... Kocsid javításhoz, fejlesztése egy vagy játfes, nyomja le Enter-t. Mennyi fele kell olvasni, amikor játszunk már? Felborultam és... Itt minden jó, oké. Okay. Na, öröm nézni, hát bent ülök. De most hova megyek? Igen? Az hogy van ez? Gyerekek! Most ki kell innen menni. De most akkor leadtam? Vagy most mi? Mit ír az ott? De tűnjön már el onnan. Parkolóhely négyzet. Mert most a szervízbe vagyok, nem? Ide hoztak. Megint kell egy szervíz. Na. Padlógáz. Úgy gyerekek, te fiú. Itt mind a két sáv az enyém. Akkor ez nem áll meg egy méteren belül. Igen, a kormány is más volt az előző kamionba. Jó. Egyenesen megyek, nem kell index. Hát majd belejövünk. Hát nem egy Forza. Csak az tűnjön már el ez a... Hát de már ott volt egy tükör. Hát van tükör. Zöld van, bocsánat, úgyhogy nem dudáltak.
Milyen szimulátor ez, hogy nem köptek le itt az ablakból? Anyádba mész már. Az NPC volt a javából, ahogy megfordult. Ez a váltás hang. Váltáska. Csak ja, itt borultam, nem? Szép lassan, majd belejövök. És hova? Hova? Az zárva? Zárva van. Hova rakjam Mauni? Kiválasztod, hogy hova? Hó, tudom kiválasztani. Kiválasztod a kívánt rakod vállást. Hogy? Egérre? Pont ez vált fel, és ez meg le. Na mindegy. Hogy van ez az egész? Nem tudom! De mégse vált. Te fi... Ott a zöld genyó! És akkor ez fordítva van. Bazd meg. Hát gyerekek, ne röhögjetek. De röhögjetek, az a jó. Hát itt van, most mit kezdjek ezzel? Hogy van ez a kormány? Már hányat fordítottam rajta? Enter. Hova álljak? Tapasztalati pont. Menjünk biztosra, 15. De mit érek a tapasztalati ponttal? Majd csak kirakod a helyre. Ja, kösz, hogy kiírtad. Hát gyerekek! Té. Lekapcsolás. Na. Kiváló. Pedig még borultam is. Hát de pont annyit kaptam, mint amennyi volt a javítás, nem? Folytatás. Monika Lewinsky. Nem hiszem el, hogy a csatornámon most ilyen vezetős videók vannak, mármint hogy olyan játékok. Most előkerült a rakéta legendás. Az már a hely! Milyen hagyú Sámson? Szerény garázs, lehetne jobb is, de kezdetnek megteszi. Sajnos még nincs kamionod, amit leparkoljon. Pénzt majd, ha összegyűjtesz ahhoz, vagy saját kamiont vásárolj, szabadon bejárhatod a játékvilágot, és saját vállalkozásba kezdhetsz. Sok szerencsét. Válasz egy munkát. Ja, itt még nem nagyon lehet mit nézni, mert nincs annyi pénzem, hogy akármit csináljak, mi? De! Hol van az, hogy milyen az állapota a kamionomnak? Mert itt gondolom, tudom én is. Jelenleg nem vezetsz kamiont. Itt láthatod az előmeneteleddel kapcsolatos információkat. Jó, biztos. Hol a pénzem? Az a lényeg. Hétfő van 11 óra 24, nem? Azaz. Hol a pénzem? Mit tudom én? Na jó, nézzük csak. Csak gyors fuval, nyugi cég, minden biztosít, csak válasz ki. Ja, tényleg. Megyünk Pécsre. Nem engedi. Mert itt választottam izét. Húha, húha, hol van, hogy menj? 35 perc, 35, 59 perc. Egy 35-ös pont, jó. Szlovákiába. Tényleg 35 perc alatt odaérek? Na, hogy, ha mondjuk én. Mennyit kapok?
3653 eurót. Potter, te ilyen jól keresel? Dick. Móni. Ráadásul kutya is lehet a kamionba, de jó. Meg szeretsz is vezetni. Na. Váltunk? Most meg jól vált. Nem tudom, mi volt az előbb. Ott kell kimenni, ugye? Hey! Na most kezdjük, igazán 20 perc szerencsétlenkedés volt. Tök jó, ez a kuplungot ráállítottam a fejéket, nem? Ezek a hülyék meg kiveszik a rugót, meg ilyen fasságok. Ja, mert ők lehet használják a kuplungot. Várjál, hova? Ja, ide állított. Ja, nem. De az is kell. Hova állítottam az? Sehova, mi? Így még nem látok ki. Szoknom kell azt is, hogy hova nyúljak a gombokat. Ezt nagyon lehet tekerni, Móni. Ja, magától elmúlik az index. Igen, már ilyen világot élünk, pont zöld lett. Várjál. Lali! És ugye nem állítottam semmit kormányozáson, ilyesmi. Csak az, hogy a holt játék ne legyen olyan nagy, mert alapból nem mozdult meg. Csak ha nagyon izéltem. Akkor menjünk. Ilyen izé dolgok nekem nem kellnek, hogy duda. Faszom. Ja, piros van. Azt azért nézni kell néha. Mert meg van olyan, hogy megbüntet a rendőr például, ha nem indexelsz? Szóval szimulátor kéne neki. Most ez Budapest. Én hogy Debrecenben mászkáltam a gameplayemben. Az elején ja nem látszott a képernyőn belül a többi város. Hopp, az pont az ágyam volt, úgy kifutott, mikor elkezdtem húzgálni ide mögém. Azóta is kint van. Mármint, hogy a másik szobában. Na! De kell az a duda. Jaj, piros van. Tudnom kell, menj. Jó fékük van ezeknek. De a motorfék ebbe valamiért nem olyan, mint az előzőben. Gyerekek, hát nem ez a duda itt középen? Nem. Magyarul van kírva? Közúti ellenőrzés. Engem. Ja, azt néznem kell. Van olyan, hogy... Mi volt ez? Pont nem olvastam, megbüntettek? Pont ezt akartam mondani. 80-nal lehet menni, van olyan... Tudod, a kocsikban van ez a... Vagy nem tudom, nincs. Atyán! Nem tudok ennyi fele figyelni. De én megnyomtam az indexet. Vagy nem hallottam, azt elmúlódott. Debrecen. Na, hogy megnyomok egy gombot. Billentyűzetem. És magától nem tud többel menni, mint ami a megengedett. Hogy ne kelljen figyelni mindig a kilométer óra. Vagy... Na, mondjuk figyelem én, hát szimulátor. Miért tud ez menni 80-nal? De itt meg azt írta 40. Fú, te! Nem kell a fék, elég, ha elengedem a gázt. Durva motorfékes kombinál. Most volt valami büntetésen? Na, majd visszanézem a videóba. Hát de bazd meg, lejt! És mit csináljak ezzel? Itt elmúlik a szabály. Elmúlik a szabály! Teli Péter kresszoktató kisiparos. Hát ez már növé! Ausztria! Mondjuk nekem kéne az a gomb. Sebességhatár, izé, most ezzel szórakozni. Szóval most nyomnám többig a gáz, de csak ennyivel menne. Az nekem kényelmesebb lenne. Főleg, ha a valóságban is létezik ilyen.
Mert az a izébe volt velem megismertetve, a Mafia című játékba. Ott mindig benyomtam, azt kész, azt akkor nem állítanak meg a rendőrök. Itt most jobb oldalt kéne, hogy menjek, mert a bal oldali a gyors autók, ugye? De hát 80-nal úgysem mehet többe. És akkor hol van 2 óra 50 perc? Mi? De nem real time. Na nyomjuk azért. Hát ez, hogy végig azt a rohadt tízét fogom nézni, kiló, mennyivel megyek, méter mutató genyót. 5. Hogy van ez itt? Határidő. Sehú. Csá. A F5. Zoom érdekébe. Ez tényleg 35 perc gameplay idő. Ez a 83 fok. De több elmegy, mint 80. Móri, mi ez a hang ez amúgy, ez a berregés? Badum! Még nem látom át. Szóval miért nem egy ilyen Google típusú GPS-t adtak, hogy mennyi kilométer és mennyi idő van átra? Vagy az a 2 óra 27 perc az az. De miért nem real time-ban mutatja, hogy én itt tudnám az órámon? Na mindegy. De miért csak 80-nal lehet menni? Plusz is. Pedig kim vagyok a picsával, nem? Azért. Városba közlekedek. Ja, mert miért? Nem, kilométer. Ez kilométerben van. Igen, még sokszor átmegyek a balsába, de ugye már nincs meg itt az a parám, hogy meghalok. Ez csak egy játék. Na de ez szörnyű. Figyelnem kell a kilométer per órát, azt a gombot meg kéne keresnem, csak nem akarlak titeket untatni. Na már is az első 20 perc mi volt? Mit csinálok? Majdnem megittam a likvidet, bazd meg! Bocsi. Előzzetek, ahogy tudtok. Mondom, nekem ez a pici volt játék is rossz. Tudom én masszívan fogni. Na! Na, hogy feljelentsetek. Varga Zoli sörözik a Balatonon. Tik! Esőbe! Bácsi, bácsi, gombó! Ó, a csiki-csikitá! Végre lesz egy kanyar is. Fel kell menni oda a izére. Hova megyek? Casablanca. Hogy kell? Az ilyeneknél is kell indexelni. Gondolom. Hát, kicsit gyorsan megyek. Lehet erre érezni egy idő után. Sör, telefon, ecigi, mutatót nézni, GPS-t, én nem értem ezt, hogy bírjátok.
És közben én még ott ülök az anyós ülésen, és beszélgettek velem. Meg még énekelitek közben azt az adott dalt, ami szól. Ez hogy? Én megdöglenék az úton, az biztos, amilyen figyelem zavaros vagyok, hogy elkezdek egy mondatot, azt elfejtem, hogy mit akartam mondani. Nekem itt bal oldalt. Ő hogy megy? Bal oldalt kell akkor. Ő bal oldalt. Ezt sose tudom, ez a leállósáv, azt értem. De hogy itt hogy van? De nem úgy van, hogy jobb oldalt mennek a gyorsak. Hát az meg ott megy. Ugye, hogy már mennyivel megyek? Ja, még jó. De hogy ezeket miért nem bünteti meg? Hogy ezzel játszok és kormánnyal a csatornámon. Mondtátok, hogy live-ba, de... le kell butítanom 1080p-re, meg ablakba játszani. Mert különben az OBS nem bírja szaggat. Ja, jött egy rendőr. Hagyja engem. Engem max azért büntetnek meg állandóan, mert lassan megyek. Bácsi, bácsi, 90-nel lehet, juhú, de az nincs bejelölve nekem, már csak a százat nézni, hogy a felénél vagyok-e. Egyenesen. Előzni tilos. Elsőbbség ad, mindegy. Ja, be nem mész. Mi van? Hajtű, kanyar, meg minden? Benzinkút. Félig vagyok. Az... 53 kilométer az még elég, nem? Nem kell tankolni, meg ilyen hülyeségek. Nem, már mint hogy most. Tudom, hogy kell majd hosszabb utaknál. Pihenőhely. Hol van a alvás izém? Az még kicsi. Van egy e-mailem. Pozsonyba a kamion eladó, szóval konkrétan le kell mennem Pozsonyba, hogy megtudjam, hogy miről van szó. Ja, ne. Jó, hogy benyomom, nem vállalok semmit, csak free run és Pozsony. És, de addig nem derül ki, hogy mennyibe kerül? Na mi van, ha nincs annyi pénzem? Jó, ezek a kölcsön kamionok. Ja, visszatértem? 70-nel. Ja, van egy hangulata. Csak még meg kell találnom a gombokat, jól kiosztani, stb. De hogy live-ba csak ablakba tudom, ott az a kis pici szar. Jaj, de rossz lesz. Vagy nem lesz. Jó, ez nem. Hát mondjuk kéne. De hogy még a csetet is figyelni? Hát ne hülyéskedjetek már! Ez hogy? Ez város, vagy mi van? Miért állítsam le a motort? Vagy most mi van? Azt hitte, hogy a pihenőbe megyek? Ja, azt. Figyeljek már oda! Itt is indexelni kéne, hogy sávot váltok. Amúgy nem. Nem tudja a kezem, de érzem. Jaj! Minden, azt hagyjuk még eleinte. Lehet nem is a holt játékkal van baj, hanem az érzékenységgel, nem? De. Melyik az? E-mailt írtak. Hosszút.
Kurva jó ez a... Tényleg csak addig nyomod a gázt, amíg kell. Billentyűzeten miket összenyomkoráztunk, meg a kanyaroknál is. De mi ez a hang? Én vagyok a Potter, száguldozok itt. Sümegre megyek most, ördi kifeszít. Rátaláltál Kassa városára. Na! Pusztusz! Hú, de nehezen indul be. Rakományügyi. Azt a kurva eget. Innen is lefordulhatok balra, ha nincs felfestve. Mondjuk aki egyenesen menne, igen. És a másik sárba van. Vagy az nem lehet abban a sárban, én meg bárhol. Amikor nincs felfestve, akkor sose tudom. Na, nyomán ki, mert arra kellett figyelnem. Megint mehetek a szervizbe, összekarcoltam. És megjöttem? 2 perc, aha. Akkor nem a real time időt írja, hanem hogy valami van. Most az hogy van? Itt vagy hol? Ugye látom. Körülnézni, luxus, azt tudom. Enter. Ez jó volt. Menjünk biztosra. Nem kell betolatnom. Lewinsky is a dolog. És akkor majd space-szel leállítom az egészet. Na! Menetidő 3 óra 38, de amúgy mennyi volt? Ott kellett volna megjegyeznem. Hogy tudjam gameplay ügyileg mire számít, csak ha egy hosszabbat vállalok, stb. 3653 euró. De eljöttem ide. Hát ez kurva jó. Azt hiszem havonta kaptok annyit. Taxis Balázs. Mi ez? Skill pont? Nagyobb távolságok? Értékesebbre a komány, több a pénz. Nagyobb díjazás. Törékeny rakomány. Az miért kéne, hogy jó legyen? Bónuszpontokért. Mi ez just in time fuvar? Fontos fuvar. Magasabb díjazás. Öko. Üzemanyagot takarítok meg. Oktatás. Robbanó anyagokat is vihetek és... Nagy távolság. Hát arra nem vágyok. Értékes rakomány, az úgy jól hangzik. Kicsit több pénzt kapok. Ennyi. E-mail. Menjek Pozsonyba, mi? Pénzre van szüksége? OTP. Hitel. Nem veszek fel sose. Pusztusz. Izét akarom. Nem akarok, én egyedül, ilyen freelancer akarok lenni, egyedül, csak legyen egy saját kamionom, aztán viszem a fuvarokat, az kész, nekem fizetnem azt, hogy kölcsön kamion, hogyha eleve fizetek érte. Bank. Az állapotot út közben tudtam volna megnézni.
Leszarok. Ja, és még csak azt tudom, hát eleinte ezt nyomom, azt kész, gyűjtöm a pénzt. Van 5894 euróm. Pozsonyban most lenne egy kis kamion, de nem tudni mennyiért. Vagy írta? Na jó, gyerekek, ez valami ilyesmi lesz. És igen, érzem én ezt, hogy ez inkább ilyen live-os. Szóval nem marad fent, mert mondjuk zene közben dumálunk, hülyéskedünk, iszunk. És így a támogatás, a donétek tartják fent. Típusú játék ez. De szóval én ilyen vagyok mondjuk. Egy gameplay, és akkor valaki főz, most takarít, az de jó, ez a kis hang, hogy megy, vezet, mondja a hülyeséget, meg kurva anyádat előző. Nem tudom. Majd kiderül. De most rakétaligázok egyet a kontrollerrel. Azt is kipróbálom ilyen kamera. Most ez a kamera lesz szerintem tökéletes. Szóval az, hogy egy másik mobillal vegyem a lábom. Nem hiszem. Na, csákány, sárkány. Az elején, amik történtek, azért meg bocsánat. Na, cső.